Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy még több Black Ops 3. Nos, gyorsan kitérek arra, itt már kezdtem javulni a képminőséggel és az FPS számmal, az egér acceleration, a mass acceleration-nel még mindig gondom volt, esetleg azoknak, akik nem látták az előző videót, javaslom azt is megnézni. De most ebben a videóban nem erről szeretnék beszélni, úgyhogy ezért is szeretnék rátérni a témára gyorsan, tehát itt most nem az lesz a lényeg, hogy most még mindig tudok-e célozni a Mass Acceleration miatt, vagy nem, vagy netán mennyi FPS számom volt. Igyekeztem többet elérni, igyekeztem jól játszani, az egér irányítás még mindig katasztrófa volt, de ahogy jön a többi videó, majd látni fogjátok, egy kicsit jobban sikerült irányítani az egeret, de teljesen megszabadulni még mindig nem lehet a Mass Acceleration-től, hiába húzod le teljesen, vagy kapcsolod ki, úgyhogy na mindegy. Hosszú. Most viszont ebben a videóban főleg a mozgáskultúráról szeretnék beszélni, és ha van idő, akkor kitérünk valami más témára is, na de majd meglátjuk. A lényeg az ugye, hogy megjelentek ezek a kis modern kodok, főleg ugye a kod AOE-tól kezdve össze-vissza lehet ugrálni vertikálisan mindenhogy, és a játékot teljesen ilyen más szintekre emeli ebből a szempontból. És arról szeretnék beszélni, hogy most hova fejlődött a BO3, vagy épp nem fejlődött az előző kodhoz képest. Úgyhogy na most akkor megint csak, aki azt hitte, hogy Titanfall-os lesz, akkor az bebukta ezt az egészet, hogy a Titanfall-os nagyon szemnek letisztult mozgáskultúrája lesz, abban csalódott, mert szemnek kevésbé letisztult, de sokkal látványos mozgás kultúrája van ennek a kódnak. De az biztos, hogy nem hasonlít a Titanfall-ra. Na most az ugrabugrálás része sem hasonlít a Titanfall-ra, de még a kodavéra sem hasonlít. Nem olyan intenzív a mozgás kultúra, az ugrabugrálás része. A falonfutás, ja, az olyan Titanfall-os, de a Titanfall-nál sokkal gyorsabban tudsz haladni, sokkal jobban pörög a játék. Itt megvan egy sajátos tempója a karakternek, ahogy fut a falon, és nagyon fontos, azt hiszem. Az egyetlen probléma, amit észrevettem ezzel a falonfutással kapcsolatban, a nehézkes célzás. Nem olyan tiszta, mint a Titanfall, hogy billeg a karakter, mozog és nehéz célozni. Ugye a Titanfall-nál például elég tiszta, egyenletes, faszántos mozgás kapsz, kodavéba meg úgyse tudsz falon futni, úgyhogy mindegy. Ez a kettő között a különbség, a falonfutásnál nehéz célozni, nem lehetetlen, csak nehezebb. Ezért úgy vettem észre, hogy a falonfutás funkciója inkább arról van kihelyezve, hogy megtervezd az útvonaladat és a taktikádat az adott pályán. És azt kell mondjam, hogy ez a nagyszerű benne, hogy lehet, hogy még beveszük ebbe a videóba akkor a pályaszerkezeteket is. Az a nagyszerű benne, hogy ez így van rendjén, és hogy ez így van kitalálva. Még mielőtt rátérnék, szeretnék beszélni arról, hogy megszokni ezt az új mozgást kicsit furcsa volt, azt kell mondjam, legalábbis számomra, ilyen őskodosnak. Egy kicsit furcsa volt, a kod alvésat könnyebben meg tudtam szokni, mert az jobban hajazott a Titanfall-ra, és sokat Titanfall-oztam, az könnyebb volt megszokni. Ez egy kicsit furcsa volt, ugyanis ha felugrassz a magasba, akkor van egy ilyen időhányadosod, ugye körülbelül mint a Titanfall, időhányadosod, hogy meddig lehetsz. A levegőben nincs dupla ugrás. Aminek kifejezetten örülök, szóval egy nagyot tudsz ugrani, így fölrepülsz, és ez egy nagyon jó dolog, hogy miért? Mert kiveszi ezt a COD AV-s Titanfall keveréket a játékból, és az ugrást csak arra fogod használni, hogy taktikailag tervez. Tudom, hülyén hangzik a Call of Duty-ban, hogy azt mondod, hogy taktikailag tervez, és mi? Tehát ez egy running gun játék. De nem, mert meg kell fontolod, hogy mikor ugrasz. Nem csak ugrálsz, mint ahogy a Kodai-ban csinálják, mindenki ugrik jobbra-balra, mint a hülye gyerek, és ugra-bugrával lőnek, és miért nem. Itt most az ugrás meg kell tervez, mint régen egy kicsit a Kod 4-ben a bunny hoppingot, vagy MV2-ben, itt még néha rángatom az egeret, hogy szakjam, de hihetetlen. Szóval néha még meg kell tervezd
az ugrást, hogy most mikor ugrasz, mint ahogy mikor régen bali hoppoltunk, MV2, MV3 és COD 4-ben, most körülbelül úgy kell megtervezni itt ezt a magasabb ugrást, és semmi másra nem szolgál ez a magasabb ugrás, és a falon futás csak egy tervezési rendszert ad, hogy hogyan alakítsd a gameplayedet, és mikor mozogja megfelelő időben, és hova mozogja az a megfelelő időben, és akkor jöjjön egy kicsit ugye a pályaszerkezet, tehát ezekkel a pályákkal és ezzel a mozgás kultúrával, tehát ezzel a mozgás kultúrának köszönhetően, hála a jó égnek, hogy kivették a COD OV által felállított, iszonytatos mértékű kb. Három szintű vertikális gameplayt. Mert a COD OV-ban ugye a tetőnek a tetejére is rá tudsz ugrani, és van a földszint is, és teljes mértékben nem tudsz arra azzal számolni, hogy honnan fog jönni a golyó. És hogyha egy kicsit is nem tudod jól leolvasni a radart, vagy az akcióhevében már nem olvasod jól le az UAV-ot, akkor tök mindegy, mert olyan hülye helyekről kapod a golyót, katasztrofális. És itt most, ez az új mozgáskultúra, hála a jó égnek, le van olyan szinten tisztítva, szóval szerintem nagyon sokat fejlődtek a COD OV-hoz képest. Le van olyan szinten tisztulva, hogy ezt a falonfutás és magas ugrást, úgy csinálták meg, hogy csak arra szolgáljon, hogy az útvonaladat megtervezd, hogy a taktikádat és a közelharcban való részvételedet hogyan alakítod, hogy hogyan csinálod meg, hogyan ugrasz körülötte és hogyan alkalmazod ezt a magas ugrást, és hogyan számolod ki, hogy legyen megfelelő, elegendő üzemanyagod arra, hogy ugorjál egy megfelelőt, hogy átugorjon netán a másik feje fölött. Kicsit furcsa volt megszokni az elején. Kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy menedzseltétek, hogy ezt megszokjátok, hogyan próbáltatok hozzászokni. Nem-e volt furcsa ez a lassuló felemelkedés, vagy gyorsuló felemelkedés, ahogy megvan csinálva a játékban, de ahogy egyre többet játszom vele, egyre jobban kezdem megszokni, és egyre inkább örülök neki, hogy nem 600 útvonalra kell figyelni, hogy honnan jöhet a golyó, mert csak igazából ugyanannyi felől jöhet a golyó, mint a régi kodokban. Szóval nem tudnak a tetőnek a tetejéről lelőni. És ez fontos, mert nem tud oda eljutni, mert nincs elég üzemanyaga, és a pálya nincsen háromszintű vertikálisra megcsinálva, és ez fantasztikus dolog. Ez a három pálya, amit itt láttam, zseniális mérnöki tervezés számomra, ez itt most kérdésen szubjektív vélemény, de tapasztalatra hagyatkozva, Call of Duty tapasztalatokra hagyatkozva. Fantasztikusan kialakított három útvonal, pontosan megfelelő fedezékrendszerrel, se több, sem kevesebb nem kell ahhoz, hogy például ebben a Domination játékban, ez a rész itt például tökéletes, egy valami van középen, ami körül lehet játszani, és kiokoskodni az ellenfelet, nem kell több, nem kell 600 szikla, 600 fedezék, 600 izé, itt is, látjátok mi van, A körül némi védelem, a támadónak volt egy kis védelme a pályán, tehát annak, aki támad, van egy kis védelme, annak, aki véd vagy foglal, van egy kis védelme, és kész, nem kell több egy ilyen pörgős akcióhoz, nem kell túl spekulázni, és a pályák szerkezete letisztult, egyszerű, és tökéletes méret volt. Ez a három pálya a tökéletes méret volt, hogy a 12-15 perces játékmenetben legyen időt megtervezni a taktikádat, legyen időd ellenfelet hátba támadni, legyen időd ellenfelet előről támadni, középről támadni, mindenhonnan, ahol láttad, hogy az ellenfelet kitaktikázhatod, volt időd a játék alatt odafutni, lelőni és szerezni egy jobb statot, mert nem az volt, hogy a 10 perces rohamidő alatt hatalmas pályákon, mint a COD Ghostban kifutottál az időből, és emiatt, hogy csak rohangáltál a pályán, de nem öltél, elveszett a játékélmény. A játék tempója lassúbb, mint az AV, gyorsabb, mint a COD Ghost, és aközé tehető egy tökéletes tempó. Azt kell mondjam, hogy haj az egy kicsit a Black Ops 2-re a játék tempó, de csak azoknál a pályáknál, amik ilyen közép szintű, közép méretű pályák voltak a Black Ops 2-re is. Ez a három pálya hihetetlenül jól meg volt csinálva. Mindegyik részlegénél volt valami jó. A harmadik pálya is, ami egy kicsit ilyen nagyobb, hosszúkás útvonalakat tartalmaz,
elképesztő jó középső megoldással, szélső megoldással, és mind az összes pálya, csak dicsérni tudom ezt a három pályát, amit a bétában láttunk, számomra le a kalappal, megfelelő fedezékrendszer, megfelelő útvonal és megfelelő szélső útvonalak, hogy taktikát tud tervezni. Igen, tudom, kodban taktikázni, hülye, mert ez csak egy run and gun játék, de azt hiszem mi azok, akik régóta kodozunk, vagy régóta játszunk a koddal, azok lehet, hogy mi is úgy érzékeljük a játékot, hogy run and gun játék, de valójában 600-zal pörög az agyunk, hogy hogyan keressük a megfelelő megoldást arra, hogy kijátsszuk az ellenfelet, úgyhogy sokan mondják a kodot ilyen mindless taktikai shooter, ugye észnélkül mindless FPS shooter, tehát észnélküli FPS játéknak, FPS shooternek, de valójában annak hat, de azt hiszem, akik kodoznak, azok tudják, hogy hogy pörög az agyuk közben, hogy megfelelő megoldást keressenek, főleg a tapasztaltabbak, mert a fiatalok azok tényleg csak próbálnak menni és lelőni azok, azt, akit találnak úton útfélen, de amikor már benne van egy pár évben, akkor csak arról szól, hogy hogyan pörgesd az agyadat fel olyan szintre, hogy ki tud játszani az ellenfeled, legalábbis nálam arról szólt egy idő után, és ezt tudtam élvezni a kodban. Nos, pályaszerkezetekről ennyit, az UAV hál' Istennek a régi, és nagyon szeretjük emiatt a kodosokat, ez nagyon fontos, azt hiszem, nagyon jól jelezi és megfelelően, nagyon letisztult és láthatóak, hogy hol vannak az ellenfelek, nincs gond a leolvasásával, és nagyon fontos, főleg ezért, mert nincs vertikális harc gyakorlatilag a játékban, és ez az új mozgáskultúra, csak egy letisztult kod AV, egy előre haladott kod AV, és pont ez kellett a kodnak ebből a szempontból, hogy egy letisztult mozgáskultúra, nagyon fontos, hogy ne komplikálják túl ezt a shootert, és ezt elérték, csak beleraktak egy magas ugrást, és hú, jaj de jó, és akkor, és pont arra szolgál, hogy csak, hogy a harcban felhasználd annyira, amennyire szükséges, de nem többre. És ez tökéletesen jól lehet kombinálni a pályaszerkezetekkel és az összeállítással, hogy honnan lehet várni a támadásokra, vagy védekezni, hol lehet. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!